Márk, ti hogy ismerkedtetek meg, vagy mi volt az első, ami megfogott téged? Éppen a Pál utcai fiúkat próbáltuk a Víg Színházban, és Marton tanár úr szólt, hogy az elsős osztályának vizsgája van. Elsős egyetemi osztályának, nem. Vizsgája van színészmesterségből, és hogy örülne, ha páran elmennénk megnézni, hogy mit szólunk. És megláttam ott a vizsgában egy lányt, megláttam Dorottyát a vizsgában, és nagyon-nagyon tetszett. Nagyon brutál tehetséges csaj. Nekem nagyon-nagyon tetszett minden. Szabadna feled, a tehetség is nagyon vonzó. Igen, abszolút. És megláttam itt ebben a vizsgában, és azonnal ráírtam, utána, hogy gratulálok, nagyon jó volt, mit tudom én, de például ott nem indult el ez a beszélgetés, utólag kérdött az, hogy fiúja volt, és ő nem akart nekem írogatni, és akkor én ezt így letettem, ezt a dolgot, hogy ezzel a lányjal nem fogunk beszélni, és nem lesz semmi. Majd utána, 2 évre rá, gyakorlatra került a Víg Színházba, és belekerültünk egy közös próba folyamatba, és aztán a padlásban, ahol én Rádit játszom, a lány főszereplő pedig Süni, ő lett a Süni, és egymásba szerettünk. Jújj, és akkor ennyi év után is végül révbe ért ez a dolog. Így ismerkedtünk. De és akkor más szerep meg volt neki ez a pasia, vagy már akkor nem volt van. Akkor és ha más szereposztás lesz, és ő lesz Süni, de mondjuk más játssza az almát, akkor... Ezek szerint nem láttad a padlást. Nincs benne alma. De most érted a metaforát, tehát hogy egy más szereposztásban majd látod, akkor azért akkor is beleszeretem. Eszedbe fog jutni, hogy...